5 km út újult meg Rózsaszentmártonnál. Lezárult Szabó Zsolt térségi köszönőkörútja. Műfüves pálya épül Kiskörén. Jó estét kívánok! A HOTV híradóját látják, én Szabó Dénes vagyok. 5 km összhozban két útszakaszt adtak át tökéletesen megújítva csütörtökön Rózsaszentmártonban. A faluból Zagyvaszántóig, illetve Szücsibe vezető szakaszok megújítására évtizedek óta várt a környék, Apc, Zagyvaszántó, Szücsi és persze Rózsaszentmárton, nem feledve az átutazókat sem. A 2404-es számú Zagyvaszántó Rózsaszentmárton és a 2402-es számú Sejp-Gyöngyöspata út Rózsaszentmárton és Szűcsi közötti útszakaszai is új aszfalttal várják a közlekedőket már. A két útszakasz összhossza mintegy 5 km, kétszer mintegy 240 millió forint értékű beruházással. Több ezer tonna aszfaltot építettek be, elkészült a korszerű vízelvezető rendszer, a táblákat és a burkolati jeleket is rendben elhelyezték már. Az utak tehát minden szempontból közlekedhetők. Az ünnepélyes átadón a 60-i választókörzetet a parlamentben képviselő Szabó Zsolt felidézte. Az ország egyik legszebb nevű településén, Rózsaszentmártonban korábban egyáltalán nem voltak kiváló útviszonyok. Pedig nem mindegy, hogy milyen utak kötnek össze bennünket a világgal a mindennapjainkban, húzta alá Szabó Zsolt. Mi igyekszünk minden úton túl lenni és minden utat felújítani. Nos, ezek az utak nagyon fontosak számunkra, hiszen ez maga az élet, az összekötő. Ez a falu maga a bölcső, ami összeköt minket a világgal és az élettel, és nem mindegy, hogy milyen úton közlekedünk napi szinten, hogy közelítjük meg a munkahelyünket, az intézményeket, az oktatási intézményeket, hogy járjuk a nagyvilágot. Az Ecsét felé menő út felújítása is tervben van, hiszen a cél a térség minden útjának biztonságossá tétele, hangsúlyozta Szabó Zsolt. Sipó Zsolt, a kivitelező Hedó Kft. Ügyvezetője az ünnepségen arról beszélt, egy épp vele errefelé az ünnepség előtt megesett defekt kapcsán, hogy felértékelődnek a kistérségi útfelújítások, majd a forgalombehelyezést követően mindenkinek biztonságos és jó vezetést kívánt. Pont egy Gyöngyöspatán egy kártyúba sikerült belejutnom, és ebből kifolyólag egy túldefektet szenvednem. Úgyhogy azt gondolom, hogy ilyenkor értékelődnek fel azok az útépítések, amelyek a helyi kistérségben megvalósulnak, jó minőségben elkészülnek, és az országos programhálózat keretében megvalósulnak. Több év alatt több ütemben és több forrásból sikerült megújítani a most avatott két szakaszt. Az állami közútkezelő megyei kirendeltségét irányító Szabó Zoltán szerint a Sejp-Gyöngyöspata út teljes megújítását is hamarosan meg lehet ünnepelni. Ott néhány szakaszon folyik már csak a munka. Egyszerre két szakasznak a átadását is ünnepeljük a mai napon. Mit is lehet tudni ezekről az utakról? Mind a kettőre igaz az, hogy a teljes felújítása megtörténik legkésőbb a nyár végéig. A 2402-esen vannak még az elején olyan végén szakaszok, ahol folyik a munkavégzés. A 2404-esnek a felújítása tulajdonképpen a mai szakasznak az ünnepélyes átadásával megtörténik. Mindkét érintett út esetében lehet számítani az új aszfalt miatt egyfajta forgalom növekedésre, hívta fel a figyelmet Szabó Zoltán, megköszönve a kivitelezők munkáját az eredetileg már igen rossz állagú, nem könnyen felújítható szakaszok esetében. Lezárult Szabó Zsolt országgyűlési képviselő térségi köszönetkörútja. A politikus az elmúlt hetekben újra végigjárt a választókörzete 38 települését, hogy köszönetet mondjon a választáson kapott szavazói támogatásért, és egyeztessen a következő időszak fontos kérdéseiben. Lezárult Szabó Zsolt országgyűlési képviselő térségi köszönetkörútja. A politikus az elmúlt hetekben újra végigjárt a választókörzete 38 települését, hogy köszönetet mondjon a választáson kapott szavazói támogatásért, és egyeztessen a következő időszak fontos kérdéseiben. Találkozott helyi támogatóival, civil szervezetekkel, egyházak képviselőivel, önkormányzati képviselőtestületekkel, szépkorúakkal és véleményformálókkal is, egyeztetései közben pozitív tapasztalatokat szerezve. Az elvégzett munka eredménye Szabó Zsolt szerint, hogy még olyan településeken is nagy arányú győzelmet aratott, ahol találkozott némi szembeszéllel, így 60-ban is. Amit szeretnék megköszönni, azt a támogatást, amit az áprilisi választásokon kaptam, az előző időszaknak a munkáját, amivel segítették a munkámat, és én is tudtam segíteni, és hát annak ellenére, hogy voltak olyan helyek, hogy van olyan hely, ahol volt egy kis ellenszél, például ilyen 60,
Annak ellenére egy nagyon szép eredményt tudtunk elérni ebben a körzetben, büszkék lehetünk arra, hiszen az országosan is kimagasló eredményt értünk el, és a térséghez képest pedig mindenképpen. Szabó Zsolt kifejtette, a választási eredményből kiderül, hogy nem csak azokon a településeken ismerték el a munkáját, ahol kormánypárti vezetés van. Egy térség vagyunk, egy család, ahol vannak másképp gondolkodók, de mindenkinek, aki tenni akar, segíteni kell a munkáját. Az új eredmények alapján olyan településeken is elfogadták mára ezt a gondolatot, ahol korábban nem nyert a kormánypárt, mert látták, hogy tenni szeretnék a térségért. Csapatmunkával lehet előrejutni, ezt a tények bizonyítják az elmúlt időszakban, tette hozzá a politikus. Szabó Zsolt hangsúlyozta, aki ismeri, annak nem meglepetés, hogy továbbra is megállás nélkül dolgozik, hiszen építeni szeret, mindenkinek igyekszik segíteni. Úgy véli, munkája a teljesítmény alapján mérhető. Lehet a pályán kívülről beszélni, lehet másra fogni a dolgokat, de a lényeg, amit letettünk az asztalra, fogalmazott a térségparlamenti képviselője. Dolgozunk tovább, vannak ötletek, kapom a kreatív ötleteket, és amiben tudok, segítek. Van olyan téma, amit egyértelműen én próbálok vinni, ezek a főútfelújítások, ezek a kérdések, és van olyan, amivel kérem mindig az önkormányzatoknak az ötleteit, a gondolatait, ilyenek például a helyi utak, a lokális utak, a járdák és egyéb ilyen témakör. Ha ott megkérnek, akkor természetesen ott is segítek nagyon szívesen. Ez szóval csupa pozitív volt, jövő pozitív jövőkép van. A térség lakói Szabó Zsolt helyben szerzett tapasztalatai szerint örülnek az útfejlesztéseknek, a megteremtett új munkahelyeknek is, valamint a középületek felújításának. Nem mindegy ugyanis, hogy milyen körülmények között tanulnak gyermekeink, vagy dolgoznak a közhivatalok, véli a képviselő. A kiskörei általános iskola mögött épül az a körülbelül 32 millió forintos műfőes pálya, melyet a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett pályázaton nyert el a város önkormányzata, melyhez a testület 10%-os önrészt biztosít. Zajlik a környék rehabilitációja is, avatta be a 60 online-t a város első embere. Hátrányos helyzetű településeknek adott lehetőséget az MLS, hogy 10%-os önerővel lehet építeni műfőves pályát, melyet kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő területen lehet kivitelezni. Kiskörevváros önkormányzata ennek a nyertes pályázatnak a megvalósítására az iskola mögötti területet jelölte ki, tájékoztatott minket Magyar Csilla polgármester. Ide az utánpótlássportnak, illetve az iskolai oktatás vagy labdarúgó oktatás fellendítésére gondolta azt a képviselőtestület, hogy ez jó lesz, és egy új funkciót is találtunk így ennek a régi sporttelepnek, amit most ennek apropóján is egyébként rehabilitálni fogunk. Tehát eltűnik ez az anomáliás zugzott kő tenger innen, és szintén oktatási nevelési feladatokat fog ellátni. A műfőves pálya 32 millió forintba fog kerülni, a terület rehabilitációja pedig mintegy 6 millió forintot fog igénybe venni. Külön öröm, hogy a nyertes fővállalkozó alvállalkozói kisköreiek, vagyis az ő munkájukat is lehet dicsérni ebben a létesítményben, mondta a városvezető. Nyilvánvaló célunk az, hogy a pályázatok során amennyiben lehetséges, akkor alvállalkozóként kisköreivállalkozókat is be tudjunk vonni, hiszen nekik is fontos az, hogy a településen a kezük nyomon látszódjon. És ez azt gondolom, hogy közös érdekünk, és ez egy jó cél, amit szeretnénk végrehajtani. Mivel a tornaterem és a bitumenes pálya kevésnek bizonyul mozgásra, ezzel az objektummal a gyerekek jó levegőn, normális körülmények között tudnak sportolni, és reméli a polgármester, hogy ez követendő példa lesz a szülők számára is. A településen a tervezett sportcentrum, amely ugye a GMS tábor helyén fog kialakításra kerülni, azt is igénybe vehetik az iskolásaink, és hát én azt gondolom, hogy a gyerekek legnagyobb öröme az, hogyha focizhatnak és a szabadba lehetnek, úgyhogy ezért gondoltunk, hogy ez a terület rehabilitációja így a műfüves pályával együtt, ez nemes célt fog szolgálni. Magyar Csilla szerint alkalmilag összeállt foci csapatok is igénybe fogják venni a pályát, tehát lassan minden adott, hogy kisköre sportközpont legyen. A kormány fontosnak tartja a magyar kis- és középvállalkozások fejlesztését, közölte az innovációs és technológiai miniszter. Ennek érdekében könnyítik a finanszírozási forrásokhoz való hozzájutásukat,
valamint a jövő évi költségvetés a vállalkozások számára jelentős fejlődési lehetőséget teremt, mondta Palkovics László. A tárcavezető hangsúlyozta, a vállalkozások versenyképességének javítása érdekében 2019-ben tovább csökken a munkát terhelő adó. A dobozos sörök laboratóriumi és hatósági ellenőrzésén, valamint a termékek jelölésében sem talált hibát a NÉBIH. A hivatal csütörtöki közleménye szerint a vizsgálat 14 magyar és 6 külföldi világos sörre terjedt ki. A vizsgálat során ellenőrizték az italok sűrűségét, alkohol, extrakt, energia és széndioxid tartalmát, erjedési fokát, színmegfelelőségét, a sörben élő gombafajokból termelődő méreganyagokat, tovább elvégezték az izotóp vizsgálatot is. A NÉBIH csupán az alkoholtartalomban talált kisebb eltéréseket, ám ez sem lépte át a tűrés határt. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, friss híreinket keressék a 60online.hu-n, viszontlátásra! Pénteken sok napsütésre van kilátás, számottevő csapadék nem várható. Szombaton is sok napsütésre számíthatunk, csupán északkeleten is néhol nyugaton fordulhat elő egy-egy gyenge zápor, zivatar. Vasárnap szintén a nyárias időjárásé lesz a főszerep, de nyugaton, valamint keleten és északkeleten helyenként futó csapadék is kialakulhat.